rész, de én hallottam tőle egy dalt, és a szívemet nagyon-nagyon megmelengedte. Az volt a dal címe, hogy Csillagok, csillagok. Talán ismerik a dalt, Csillagok, csillagok, szépen ragyogjatok. Ez elénekelte, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Művész volt igazán. De hogy ne térjünk el, szeretném a mikrofonhoz szólítani Sipos Endre művészetfilozófust, hogy nyissa meg ezt a szép kiállítást. Végre újra együtt vagyunk, látom az ismerő szemeket, mert hát az arcod most nem lesz látni. Nagyon izgalmas kiállítás, egy nagyon színvonal, szép kiállítás, és az identitásról és csodálatos gondolatok hangzottak el. Eszembe jut az Fülep Lajos, a nagy magyar filozófus esztéta, aki úgy írt a magyar művészetről, hogy a nemzeti művészet és az egyetemes találkozik. Hát itt a mongol és az egyetemes művészet találkozásáról van szó. 7 pontban összefoglaltam 7 tézisben a gondolataimat a kiállított képekkel kapcsolatban. Hát először is az első tézisem, amit ki szeretnék kifejteni, hogy Otko a középkori, a 9. a 15. században létező lámaista, mahájána, buddhista, homlokzatfestészet, az imazászló festészet és a miniatúra festészet hagyományaira épít. Mondhatnám, hogy szintetizálja ezeket a hagyományokat, ugyanakkor teljesen egyéni, autonóm, autentikus képi világot teremt. Tehát nem csak a hagyományt követi, tehát utánozza az ősöket, hanem egy önálló, autonóm, egzisztenciát alakított ki, és egy önálló művészetet. Nem véletlen, hogy a nemzetközi műkereskedelem azonnal ráérzett erre a tiszta hangra. Táblaképein kiválóan tanulmányozható a 4 műsor. Hát akik ismerik a műelemző módszeremet, nem tudom, hátul fordító dolog meg, vagy dialógus, vagy mi folyik ott látunk. A 4 őselemmel kezdem mindig a műelemzést, a föld, víz, tűz, levegő. Ez a 4 őselem a keleti meg a nyugati kultúrát összekapcsolja. Nézzük meg ezeket a képeket. Én a keleten nyitókkal abban szoktam segíteni, hogy elmélyüljünk a szemlélőt. A föld, mint a szilárdság. Hol van ezeket a képek, ez a szilárdpontság. A víz, a képlékenység, a folyékonyság, az áramlás. A tűz, a robbanás, az életerő. A levegő pedig maga a lélek. Amire most nagyon vigyázunk el a koronavírus idején, mert ez valami sátáni erő, ami megtüzeli a világ népeit, mint a nagy járványokon. Na most ezeknek az őselemek hogy élnek egymás mellett, hogy szervülnek egymáshoz, hogy alakulnak át egymásba, és hogy kerülnek harcba egymásra. Tehát milyen küzdelem van köztük. Ez az első gondolat. Otkónak a festészetében, a monumentális festészetében a képi szerkezet, tehát van egy monumentális nagy szerkezete a képeinek, ugyanakkor a miniatúra festészet formavilág és megjelenése szépensége tartott. Valójában ez a legnagyobb probléma a festészetben, hogy hogy tudunk egy egységes kompozíciót létrehozni, és hogy lehet a részleteket megoldani. Hogy nem öli meg a részlet az egész és a részlet a dialektikáját. Ezt különben Hegel fejtette ki legizgalmasabban a filozófiában. Organikus formavilágában a növény, állat és az emberi formák dinamikus egysége érvényesül. Itt olyan állatok is vannak, meg olyan növények, amik már rég kihaltak, mert az őstörténetben is visszatér, nagyon izgalmasan. Én ezt a festészetet rokonnak érzem a nagy nyugat-európai középkori festővel, Hieronymus Busch művészetével. Igaz, hogy ő a paradicsomot, meg a pontot, meg az egész 1000 éves birodalmat festette meg. Hát itt is arról van szó, csak egy több 1000 éves birodalom. Harmadik. Otkónak a táblaképein nem mélységi tér van, hanem egyfajta transzendentális síktér jön létre. Itt pedig én úgy érzem, hogy rokonságban a nyugati művészetben William Blake képeivel,
A mozgó formák zuhanyagában felfedezhető egy-egy centrum, tengelypont, tisztásra sűrű erdőben. Tehát, hogyha valaki meg akarja nézni ezeket a képeket, mivel 6-7 év alatt készült, és 30-40 ezer figura van rajta, le kell ülni, amikor nyitom a lédiát, és végig tanulmányozni végig az alapokat. Ezt ő finom lelki pontossággal adta. Én nagyon különös mester szerintem. Negyedik tézis. Mozgó intuitív festő, így azt az emberi test, élet, szellem történései nyomon követhetünk a képező, mint tudatalatti események. Ugyanis az intuíció az azt jelenti, hogy ráérzek valamire, nem tudatosan, hanem megérzek valamit. Ő mutatta, hogy a fejből hogy jön le fel a testbe, akár csak látom már ezek a történések. A végtelenbe vezető meleg és itt vannak a színek. A végtelenbe vezető meleg és hideg lilák. Ezek a kékes lilák, amik az ünnepélyes hangzást adnak az egész térnek. Az izzó vörösek. Ezek vérvörösek, meg tűzvörösek. De főleg tűzvörösek. Simogató melegzöldek. Hát ezek a melegzöldek a legizgalmasabbak. A szívderítő meleg sárgák. A tisztaságot megtestesítő fehére, ahogy felüdítik az ember. A fehér az a tisztaságnak a szintje. Ötödik tézis. Otkó kompozíció nyitotta, ami nem illetve a kiállításnak is a végtelen címe. A végtelen teljesség felé vezetnek bennünket. A horizontál, hogy magyarul beszéljek, a nemzetközi nyelven, horizontális, vertikális erőtér, diagonális erőtérben jár. Tehát egy mozgalmassággal. De a diagonális erőterek pedig centrális, centrifugális, spirális erőtérbe vezetnek, hogy tudományosan közelítsünk meg. Van az egészben egy spirális körülményzés, kozmikus körülményzés ezeken a képeken. És van egy tengely, például ezeken a képeken, ahol meghúzza a keresztül alatt a függőleges visszintes. Hatodik tétel. A legutóbbi képei a koronavírus beköszöntését követő magánban, egy termékéről van szó, született. Módnyilott egy antropológiai történeti támadás, de a földtörténeti hősportról napjainkig a kinyíló zárságáig, egy ilyen nagy táblakép, 6-7 évig, mint mondtam, 30 mozgások felvesen kapcsolódik egymáshoz, örömélő egységet alkot, és valahogy ez a mozgás, ezek az alakoknak az egymás mellettisége, egymásból következése a lelki történéseinkről szól. Nem az egyéni lelki történéseinkről, hanem a közös lelki történéseinkről. Ami legalább úgy megvan a magyarban, németben, angolban, franciában, valamelyik szláv népben, ezek a belső dinamikus mozgások valójában, van közöttünk valami mély rokonság, csak történetet nem fedezték fel. Hetedik, Otkónak képei milyen szellemi kalandra invitálnak bennünket. Hát a lélekkel foglalkozik, itt lélekvonalak vannak, lélelki történések és szellemi történések, tudatalatti, intuitív történések, de tudatos képépítési történések is elsősorban. Az ember és a természet kapcsolatára hívja fel a figyelmünket. Arra, hogy mi a nagy egész részei vagyunk, és ez örömmel tölt el bennünket, mikor az egésznek a részei nem individuumok, ősgő individuumok, hanem az egész részei. A másodszorban az emberi drámát jelenítünk, mert ebben van valami akármilyen kellemes, szép színegyensúlyban egy különös emberi dráma, és erre kedves barátom is rá. Érzett, irodalom történeti barátom, a Dante isteni színjátékkal párhuzamba állítható. Harmadsorban pedig a belső harmóniáról szól, amit mindannyian keresünk. A szorongás leküzdéséről szólnak ezek a képek is, mint legnagyobb nagy műalkotás. A lelki egyensúlyra, megmaradásukra hívja fel a figyelmet. Nem véletlen szerepelnek ezer számra kedves női alapok. Szerintem ebben meg is egyezték, hogy miért nem férfi mesztel vállalok a táblázat, én is ugyanúgy az ő pártján állok, hiszen a nő az a termékenység, a megmaradás szimbóluma. Nézzük meg ezek a miniatúrák precizitásában megfestett képekkel.
hogy ezeket a női alakokat milyen szépen kapcsolja egymáshoz, férfias rendülettel. Elmélyül szemlélet.